Diáknap és gólyanap itt a Vattaiban, ahogy már megszokhattuk. Hány gólya van az idén? Idén 140 gólyánk van. Hány osztályban? 5 osztályból érkeztek a gólyák a mai napi reggelre. 9A-ból, 9B-ből, ők benti Vattaiban vannak, ugye az ügyviteli telephelyen, illetve itt a Sárgány utcai telephelyen 3 osztályjal gazdálkodunk. Ők leginkább valamiféle szakmát tanulnak. Milyen szakmákat tanulnak most az elsősök? Az elsősök leginkább tanulhatnak valamiféle informatikai pályán, tanulhatnak közgazdászként, tanulhatnak szerkezetlakatosként, asztalosként, gépi forgácsolóként, meg annyi különböző szakmából válogathatnak. Hogyan készültetek erre a mai napra, hiszen azért gondolom, hogy ahhoz, hogy az egész iskolának sikerüljön programot adni minden diáknak, nagyon nagy összefogásra volt szükség a pedagógusok között, meg a DÖG-ben. Igen, elég nagy összefogásra volt szükség, már szeptemberben hozzákezdtünk a munkálatokhoz az első héten, összehívtam a dököseimet, ugye a diák önkormányzatomnak a tagjait, leültem külön a többi osztály a 9-től 11-ig, illetve a 12-esekkel. A cél ugye a 12-eseknek a bevonása volt, illetve aktivizálása, hogy velük együtt egyetértésben meg tudjuk ezt a gólyanapot szervezni, illetve természetesen sokat támaszkodhattam kollégáimra is, hiszen végig-végig támogattak mindenféle tevékenységemben, ha kellett a gólyák, elengedték az óráról próbálni, műsorokhoz hozzájárultak, illetve ugye a mai most is szolgálatot teljesítenek. Egy rendkívül hosszú folyamat eredményeit láthatjuk, remélem, hogy a lehető legjobban fog mindenki cselekedni, és illetve az előírtak szerint. Milyen feladatot kaptak a mai napra gólyák? A mai napra a gólyáknak az első feladata az volt, hogy készüljenek egy 2-3 perces jelmezes bemutatóval, majd pedig a jelmezes bemutató után sorba álljanak a különböző állomásokon, végighaladjanak rajtuk, amelyeket a 12-es végzős hallgatók pontoznak, és ezután pedig ugye feláll a végeredmény, és értékes jutalomban részesülnek. A jelmezek témája az adott volt, vagy ezt ők választhatták? A jelmezek témáját idén a 12-esek határozták meg, viszont a zenét azt választhatták hozzá a kis gólyák. Mit csinálnak a többiek, hiszen azért a végzősökön, meg az elsősökön, vagy hát a 9-eseken kívül még van itt jó pár száz diák? Ez biztos, van még egy jó pár száz diák, azt kell róluk tudni, hogy mi úgy tartjuk a gólyanapot, hogy egyben a diák nappal, tehát ugye, hogy mindenkit egyszerre foglalkoztassunk. Az iskola területén különböző állomások vannak, mesélek, például lehet tejaházba menni, sütizőbe menni, falatozóba menni, lehet konditermezni, aki ugye le akarja mozogni a felesleges kalóriákat. Zentai Norbert érkezik, a Shredix Fitnessnek a személyjegyzője, hogy egy kis fekvenyomó bemutatót tartson, illetve egy versenyt levezényeljen. Számítógépes játékokban részt vetnek a gyerekek, fotóklubban profi fotósokkal. Tehát magyarul azt tudom, hogy széles arzenál közül választhatnak ezek a, akár mondhatni, hogy 10-től, mert a 9-esek ugye részt vesznek a versenyeken, 10-től még a 12-es gólyák is. Ezen kívül láttuk ugye ezt a szokásos bemutatót, amit az autós klub, autós iskola, nem tudom ki, az, hallottam, hogy rendőrök is vannak itt. Így igaz, tehát a Kiskun autós iskola érkezett meg, Kiskörösről ugye, bemutatót tart, különböző vezetéstechnikait, közlekedésbiztonsági bemutatót, illetve nagy erőkkel szervezkedtem mind a rendőrségnél, mind pedig a határvadászoknál, bűnügyi helyszínelőknél, stb. Tehát összefoglalni rendőrségnek nevezném őket, akik érkezni fognak 9:30 magasságában, és megtartják a maguk kis bemutatóját. Ugye egyrészt lesz egy toborzás, továbbtanulási jellegű is, meg ugye a munkájuknak a bemutatása, és akik még fontosak és szerepet kapnak, ők az állampusztáról fognak érkezni, mégpedig drogkereső kutyával, és ugye ők is tartanak egy kis bemutatót. Itt többször említetted, hogy pontozzátok is a 9-eseket. Hogy fog kialakulni a sorrend, miből áll ez össze, mi lesz a végeredmény, vagy az eredményhirdetés után díjak, jutalmak, torta, nem tudom. Igen, hogy fog kialakulni a sorrend? Ha azt mondanám, hogy felsorolom a sorrendet, akkor ugye ez egy bunda lenne, ami nem így történik. Arra gondoltam, igen, hogy hogy adódnak össze, miből adódnak össze miből a pontok? Adódnak össze a pontok? Először is ugye a jelmezverseny, amit láthattunk a jelmezes bemutatót, 10 pontot érhetnek el minden állomáson, és ezen kívül a jelmezversenyen kívül 6 célállomás van, ott is egyenként 10-10 pontot, és így adódnak össze a végeredmények. Hogy milyen jutalmakban részesülnek, az első 3 helyezett, minden helyezettet díjazunk, viszont az első 3 helyezett különös jutalomban részesül, őket úgy döntöttünk, hogy idén pizzát fognak kapni ezek az osztályok, osztályszinten kollektívan. Volt egy másik lehetőség, egy osztálykirándulás, viszont annak a megszervezése jóval bonyolultabb lehetett volna, úgyhogy a pizza mellett döntöttünk idén.
Én azt láttam, hogy azért ott, ahol több lány van az osztályban, kicsit könnyebb volt a koreográfiát úgymond összeállítani, meg hát megvalósítani is. Jól láttam? Igen, egyetértek én is benne, hogy a lányos osztályokban, illetve azokban az osztályokban, akiket a lányok ugye tudtak motiválni és tudtak előrehúzni, ott jóval pazarabb műsorok születtek. Ezzel nem azt akarom mondani, hogy a többi műsor nem volt jó, mert ez nem igaz, mindegyik rendkívül ötletes volt, akár a Csecsemőket nézzük, ami szintiszta fiú osztály volt, akár a Kalózokat, az is szinte szintiszta fiú osztály volt, de nyilván egyszerűbb ott, ahol vannak nők, hiszen a nők tudjuk, hogy fontos szerepük van sokszor, ugye mindig mondják, hogy egy sikeres férfi mögött egy nő áll általában, ebben biztos, hogy van valami igazság. Egy sikeres osztály mögött pedig egy osztályfőnök, azért őket is soroljuk fel, hiszen biztos vagyok benne, hogy nekik is nagyon sok munkájuk van mai napban. Egyetértek, így igaz, külön szeretnék köszönetet mondani az osztályfőnököknek, akik levezényelték ezt az egész műsort, az igazgató úrnak, az igazgató helyettesek, akik még a legrosszabb pillanataimban is el tudtak viselni, illetve természetesen a kollégáimnak, akik még most is ugye tanárok, munkahelyi alkalmazottak, segítők, akik biztosítják a rendezvénynek a sikerét. Kik most a 9. osztályfőnökök? 9. osztályfőnököknél van Francia Gyula, Franciáné Takács Edit, Franciáné Miksa Éva, Újvári Csaba, Fenyves Éva. Van-e valami új momentuma, új része, új bármi új a mai napban, hiszen voltunk mi már itt több éven keresztül, viszont most új diák önkormányzatot segítő pedagógus van, biztos vagyok benne, hogy új ötletek is jöttek. Új ötletek is jöttek jócskán, mindenképp el tudom mondani, hogy sikerült a protokollnak köszönhetően megoldani, hogy a Sárkány utcai telephelyünkön is legyen egy elég komoly konditermünk, köszönhetően az igazgató úrnak, illetve a protokoll együttműködésének. Ezt megvalósítottuk, korábban erre nem volt példa, de nagyban hozzájárultak az Entai Norbi féle, vagy az ő általa vezetett fekvenyomó versenyhez is, hiszen ez sem volt korábban az iskolánkban. A programok azok többnyire hasonlóak, talán azt tudom mondani, hogy a célállomásokon találtunk ki újabb feladatokat.